20 éves fennállását ünnepelte a Tarnamirai Nyugdíjas Klub, amelyre meghívták a Boconádi és a Tarnazsadányi Nyugdíjas Szervezeteket is. A szépkorúakat helybéli óvodások és általános iskolások köszöntötték, és alkalom nyílt a visszaemlékezésekre is, hiszen az 1996-os kezdetek óta nagyon sok minden történt a közösség tagjaival. Kovács Györgyné, a klub elnöke visszaemlékezett azokra is, akik 2 évtizeddel ezelőtt az alapításban részt vettek. Most a 20 év elteltével kapítszámú 28 fő, amelyben az alapítók közül, hál' Istennek, 8 fő még itt ül közöttünk aktív tagjai egyesületnek. Az eseményen üdvözölte a Nyugdíjas Klubot Szabó Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő is, aki szerint azért is érdemes csatlakozni a Nyugdíjas Klub közösségébe, mert a tagok meghallgatják a másikat, odafigyelnek egymásra, jó a társaság és együtt lehetnek. Mint kiemelte, mindannyian vágyunk egy jó közösségre, ahol jó programokkal lehet múlatni az időt. Az önök korosztály egy különleges korosztály. Még az a korosztály, akiben van tűz, aki még akar tenni a környezetért, aki összetart, aki együtt nőtt föl a többiekkel, gyerekkorától, picikorától, és emlékszik vissza mindenre. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, az idős generációk szerepe minden település életében meghatározó. Önök maga a falu, önök maga a falu gerince, önök tartják egybe ezt a települést, és ez ugyanígy igaz Tarnazsadányra, és ugyanígy igaz Boconádra is. Szabó Zsolt hozzátette, a szépkorúak számára az egyik legfontosabb kérdés a biztonság, unokáiké, gyermekeiké és saját maguké. Az október 2-ai népszavazáson szerinte ezt az igényt erősítetik meg, javaslat alapján nemleges szavazataikkal.